Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Király Noémi vagyok. Szeptember 14-e van, Szeréna név napja. Műsorunk elején érkeznek a nap fontosabb hírei, először csak címszavakban. Aláírta a koalíciós szerződést a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt. Visszaállítanák az országban a sorkatonaságot. Árvízvédelmi készültséget rendeltek el a hétvégére a Duna mentén fekvő közép-európai országokban. Szüreti napokat tartanak Palicson. Az illegális migráció visszaszorítása, európai integráció, regionális fejlesztések, a határhelyzet javítása. Egyebek mellett ezeket is tartalmazza a Vajdasági Magyar Szövetség Szerb Haladó Párttal aláírt koalíciós szerződése. A dokumentumot pénteken látta el kézjegyével dr. Pásztor Bálint a VMS és Milos Vučević a Haladók elnöke. A koalíciós szerződéssel a felek egyetértenek abban, hogy részt vesznek a kormány munkájában és támogatják azt a megjelölt célok mentén. Ezen felül pedig dolgozni fognak a Vajdasági Magyar Szövetség programbeli prioritásainak megvalósításán is. Csoportosan vonuló migránsok, lövöldözés Horgoson és Szabadkán, rettegő helyiek. Tavaly ez még a mindennapjaink része volt, mára csak rossz emlék. A migránsválság azt követően csillapodott le, hogy a szerb katonaság a Vajdasági Magyar Szövetség kitartó közbenjárására összehangolt akcióval megtisztította a terepet az illegális bevándorlóktól. A helyzet azóta nyugodt. Hogy ez így is maradjon, a VMS és a Szerb Haladó Párt koalíciós szerződésében kiemelt helyet kapott a migráció elleni küzdelem. A dokumentum tartalmazza a veszélyeztetett települések állandó rendőri felügyeletét, a déli határvédelmét, az illegálisan itt tartózkodók, valamint az embercsempészek elleni erőteljes jogi fellépést. A szerződés második pontja az európai integrációra, Vajdaság autonómiájára és a funkcionális decentralizációra vonatkozik. Ezúttal is szerepel a dokumentumban, hogy kidolgozzák a Vajdaság autonóm tartomány hatásköreinek meghatározásáról szóló törvény módosításait, a pénzelés forrásainak pontos meghatározása érdekében pedig elfogadják a hatáskörök pénzeléséről szóló jogszabályt. Továbbra is a szerződésben van a kis települések fejlesztése, az elérhető szolgáltatások bővítése. Ami a konkrét projekteket illeti, kiemelten fontos a Belgrád-Budapest vasútvonal szerbiai részének kiépítése, beleértve egy körforgalom létrehozását Szabadkán a Majsai hídlábánál. A VMS fontosnak tartja a Szabadka-Baja vasútvonal szerbiai szakaszát is. A határhelyzetre vonatkozóan is konkrét elképzeléseket fogalmazott meg a VMS. Ilyenek a horgosi nagyhatár bővítésének befejezése, a Herceg-Szántó-Béreg határátkelőhely átminősítéséhez szükséges fejlesztések elvégzése és az átkelő megnyitása a teherforgalom számára, a kelebiai határ bővítése és a Kelebia 2 Tompa 2 átkelő megépítése, mely a mostanitól 5 kilométerre nyugatra lenne. A VMS kéri a horgosi kishatár egésznapos nyitvatartását is. Az Y-elágazást a szabadkai déli lejárattól a kelebiai határig autópályává fejlesztenék. A koalíciós szerződés egy sor kiépítésre, bővítésre vagy felújításra szoruló útszakaszt is felsorol. Ilyen például az Orom és Csantavér, a Kishegyes és Topolya, az Újvidék és Temerin, a Topolya és Óbecse vagy a Bács-Fekete-hegy és Szent Tamás közötti út. Kiemelten fontos az Orom-Békova szakasz felújítása, mely a hulladéklerakó szempontjából szükséges. Csantavéren körforgalmat, Magyar-Kanizsán kerülő utat építenének. Fejlesztenék a Szabadka-Zenta vasútvonalat is. Számos település kapcsán kérik a szennyvíztisztító, a csatorna és a vízhálózat kiépítését. Továbbra is cél Palics fejlesztése és a szabadkai városmag megőrzése, a Népszínház épületének befejezése. A koalíciós szerződés részletesen kifejti, melyek azok a kisebbségi kérdések, melyek kiemelten fontosak az itt élő magyarság szempontjából. Ilyen egyebek mellett a kislétszámú osztályok megnyitása, a magyar tankönyvek kiadása, a magyar nyelven történő elektronikus ügyintézés biztosítása, a bírósági és ügyészi hálózat fenntartása.
Külön fejezetet kap a mezőgazdaság, azon belül kitérnek a helyi projektek pénzelésére elsősorban az öntözés és vízelvezetés kapcsán, a tanácsadó szolgálat munkájának fejlesztésére, a szakmai továbbképzések szervezésére és a következő 10 év agrárpolitikai és vidékfejlesztési intézkedéseinek meghatározására. A környezetvédelem kapcsán a többi között a palicsi és a ludasító új vízgazdálkodási rendszerének kiépítése, a sándori szeméttelep felszámolása, a békovai regionális hulladéklerakó fejlesztése, a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének kiépítése szerepel a szerződésben. Az egészségügy terén a kórházak, egészségházak felújítása jelent prioritást elsősorban Zenta és Szabadka vonatkozásában. Ezen felül az egészségmegőrzésre, a szűrővizsgálatok biztosítására is felhívják a figyelmet. A Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség között megkötött koalíciós szerződésben szociális védelmi kérdések, valamint az ifjúságra és a sportra vonatkozó kérdések is helyet kapnak. Ilyen például a Zentai Úszó és Vízilabda Akadémia folyamatos fenntartása és működése, a Szabadkai Jégkorong Akadémia, a Palicsi Evező Akadémia, az Adai Kézilabda Akadémia, valamint a Csóka Zenta Központtal működő Asztali Tenisz Akadémia támogatása. A szerződés mellékletében ezen felül szerepel, hogy a VMS mely minisztériumokban, mely parlamenti bizottságokban, illetve nemzetközi szervekben kap helyet. Az erről szóló részletes lista, valamint a tervezett infrastrukturális fejlesztéseket felsorakoztató dokumentum is megtekinthető a vms.org.rs oldalon. Idén is aranyérem, írta a közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. A Magyar Országgyűlés válogatottja a csángóföldi, a délvidéki, a felvidéki, a kárpátaljai és a székelyföldi magyar közösségek csapatai mérkőztek meg egymással. A napokban zajlott a 4. nemzeti összetartozás labdarúgó torna. A VMS elnöke pedig azt írta, a koalíciós szerződés aláírása után egyenesen Belgrádból ment szurkolni a felvidéki Marcellházára. Hozzátette, a délvidékiek tegnap legyőzték a Magyarországgyűlés és Csángóföld csapatát, ma pedig a kárpátaljaiak felett arattak 1-0-ás győzelmet a döntőben. Dr. Pásztor Bálint bejegyzésében kiemeli, Kövér László magyar házelnök a parlament válogatottjának csapatkapitánya, az ő kezdeményezésére került kiírásra a torna. Tisztavatást tartottak ma a köztársasági képviselőház épülete előtt. Ünnepélyes keretek között a Katonai Akadémia és a Katonai Orvostudományi Akadémia orvosi karának 177 kadétja vehette át első tiszti fokozatát Belgrádban. A legsikeresebb ifjú tiszteket szabjákkal ajándékozták meg. Az ünnepségen jelen volt Alekszandar Vučić is. A szerb államfő bejelentette, hogy főparancsnokként és elnökként aláírta hozzájárulását a 75 napos rendes katonai szolgálat új buli bevezetéséhez. Az ünnepség elején Srđan Blagojević, a szerbiai katonaság ezredese jelentést tett Alekszandar Vučić szerb államfőnek, a hadsereg főparancsnokának. A katonai akadémián az intézmény 144. és 145. osztályának 159 kadétja végzett. Köztük van 3 kadét a bosznia-hercegovinai fegyveres erőktől, és 2 kadét a boszniai szerb köztársaság belügyminisztériumától. A Katonai Orvostudományi Akadémia orvosi karának 10. klasszisából 23 végzős fiatal férfit és nőt léptettek elő alhadnagyi rangba. Alekszandar Vučić, Szerbia elnöke azt üzente a legfiatalabb tiszteknek, hogy már sokat láttak és tanultak. Azt is elmondta, hogy mindig voltak, akik el akarták szakítani tőlünk az ország területének egy részét, de mindig sikerült megőrizni a békét. Mi danas živimo u svetu u kojem su sve vrednosti poremećene. U svetu u kojem se nikada više o vrednostima nije pričalo, a vrednosti nikada manje nije bilo. U svetu u kojem svi gledaju samo svoje interese, bez želje za kompromisom ikakve. U svetu u kojem je kompromis ružna reč. U svetu u kojem svi očekuju da će da pobede, sruše i slome onog drugog. I zato se i približavamo katastrofi. U tim uslovima naša vojska mora da bude sve jača. A szerb államfő bejelentette, hogy főparancsnokként és elnökként aláírta hozzájárulását a 75 napos rendes katonai szolgálat újbóli bevezetéséhez. Bízom benne, hogy a kormány is elfogadja ezt a döntést, mondta Vučić. Želim da verujem, da svi razumete koliko nam je potrebna jaka vojska, koliko ćemo još morati
da kupujemo naoružanja, da pravimo, da stvaramo. Jer nije naša želja da bilo koga napadnemo, niti ćemo to da činimo. Ali naša želja je da odvratimo sve one koji nam svakoga dana besomučno prete. A tisztavatást követően megkezdődött a szerbiai katonaság új alhadnagyainak felvonulása. Az ünnepi tisztavatás programját a szerbiai katonaság légierőjének bemutatója, valamint a Védelmi Minisztérium Stanislav Bignicki művészeti együttese és a Gárda reprezentatív zenekarának fellépése színesítette. A szerbiai katonaság legfiatalabb tisztjeinek alhadnagyi rangba léptetése a hagyományos sapkafeldobással ért véget. A koszovói helyzet kapcsán rendkívüli ülést tartott a szerb kormány. Ezt követően Milos Vučević miniszterelnök bejelentette, döntést hoztak mindazokról a tevékenységekről és intézkedésekről, amelyeket a minisztériumoknak meg kell tenniük a koszovói szerbek jogi és szociális gazdasági védelme, valamint a szerb nemzeti érdekek védelme érdekében. Hozzátette, ez közvetlenül kapcsolódik ahhoz az 5 területhez, amelyről a szerb államfő beszélt, az Albin Kurti pristinai kormányának egyoldalú lépései előtti helyzet visszaállításához. Koszovót mindenképpen különleges szociális védelmi területté nyilvánítjuk, tovább erősítjük a szerb intézményeket, és nem engedjük meg bezárásukat, nyilatkozta Tanjugnak Vučević. Alekszandar Vučić államfő péntek este ismertette Szerbia koszovói helyzettel kapcsolatos kéréseit és lépéseit. Vučević arról is beszélt, hogy a kormány az ülésén elrendelte a Védelmi Minisztériumnak a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását célzó eljárás megindítását is, hozzátéve, hogy a következő hét végéig kell elfogadni a törvénymódosításokat. 5 ember meghalt és több száz szemét kellett evakuálni Romániában a szombat hajnali heves esőzések és áradások miatt. A legtöbb kár Galac megyében történt, ahol az 5 halálos áldozatot is feljegyezték, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főfelügyelőség. A tájékoztatás szerint az ítéletidő 8, zömében Moldvai megye 19 települését érintette, ahol több száz embert ki kellett menekíteni lakásából. A lezúduló víz házakat, tömbházakat, közintézményeket öntött el, több főút és megyei út pedig járhatatlanná vált. A heves szél fákat, villanyoszlopokat is kidöntött, illetve több gépkocsi is megrongálódott a viharban. Árvízvédelmi készültséget rendeltek el a hétvégére a Duna mentén fekvő közép-európai országokban. A régió felett törvénylő Boris nevű ciklon további áradásokat és földcsuszamlásokat okozhat Csehországban, Lengyelországban, Ausztriában, Németországban, Szlovákiában és Magyarországon. Pénteken Csehországban a nyugati területek kivételével az egész országban rendkívüli árvízvédelmi készültséget rendeltek el, Lengyelországban pedig a hatóságok arra szólították fel a lakosokat, hogy halmozzanak fel élelmiszert és készüljenek fel az áramkimaradásokra is. Az előrejelzések szerint a német Alpokban, a magasabban fekvő részeken pedig jelentős havazás és erős szél várható a hétvégén. Koncertek, ünnepi műsor, kirakodó vásár, valamint zöldség és gyümölcs kiállítás is várja az érdeklődőket a 34. palicsi szüreti napokon. A kétnapos rendezvénynek ideális helyszínt biztosít a Vigadó terasza. Az emberek a borús idő ellenére is szép számban jelentek meg az eseményen. Kezdetét vette a 34. palicsi szüreti napok rendezvény sorozata. A Vigadó teraszán két napon keresztül színes és érdekes programokat láthattak az érdeklődők. Ezen kívül pedig kirakodóvásár és az északbácskai termelék gyümölcs és zöldség kiállítása is megtekinthető. Az ünnepi megnyitót követően népzenei koncerttel vette kezdetét a mulatság. A fellépéseken kívül számos program, jóborok és finom ételek várják a kilátogatókat. Közelebb hozza az embereket, és hát nagyon sok embernek csak akkor melegszik fel a szíve, amikor tulajdonképpen ennek részese. Még nem részese, addig úgy elfogadja, hogy hát ilyen is van, de mikor már részese, és itt közvetlenül megtapasztalja azt a lendületet, azt a jókedvet, amit itt előjön, akkor úgy, hogy közösségteremtő élménye is van. Azoknak is, akik teremtik, azok is, akik ezt
élvezik. A születi napok hagyományosan a gyümölcsösökben és a szőlőskertekben végzett munkák befejezésének ünnepe. 29 termelő állította ki zöldség és gyümölcs termését, amit a rendezvény után a Kolevka gyermekotthonnak ajánlanak fel. Ezt a kétnapos eseményt ilyenkor igyekszünk egy kulturális eseményre is felfűzni, amellyel próbáljuk szórakoztatni a Palicsra látogató akár turistákat is, vagy pedig a jelenlévő kiállítókat, vásárlókat. Kulturális eseményeket általában próbáljuk kétnyelvűen összeállítani, hogy a magyar ajkú és a szerb ajkú Palicsra látogatók is megtalálják a saját érdeklődési körüket. A termelők mellett kézművesek, méhészek, pálinkafűzők, borászok és sajtkészítők is kiállítanak. Ercsi Hargita, Szabadka város tanácsa idegenforgalommal, beruházásokkal és nemzetközi kapcsolatokkal megbízott tagja szerint az esemény gazdasági, turisztikai és humanitárius szempontból is fontos. Kitűzött célunk, hogy Palicsnak visszaadjuk a régi fényét. Az elmúlt években rengeteg munka folyt az infrastrukturális projekteken és a településen folyamatosak a beruházások, hogy a helyi turisztikai kínálatot gazdagítsuk. De úgy gondolom, hogy az ilyen és ehhez hasonló rendezvények tudják legméltóbban bemutatni a hely igazi értékét. A hétvégén egész nap lesznek programok. Nem csak a felnőtteket, de a gyerekeket is várják, hiszen számukra is tartanak előadásokat, van kisállatkiállítás, valamint animátorok is foglalkoznak velük. Esténként pedig kicsiknek, nagyoknak szólnak a koncertek. Nézzük, mivel foglalkozunk a híradó folytatásában. Ajvárbaj vívó versenyt tartottak Velebitem. A TSC vasárnap a hódsági textilacsal mérkőzik. Ma is rendezvényekkel készültek a topolyai napokra, azonban a rossz idő megtette hatását a délelőtti mézvásárt és gyermekkavalkádot illetően. A hideg és az eső ellenére néhány standhoz ugyan kipakoltak a méhészek, de a vásárlók szinte teljesen elmaradtak. Stábunk szétnézett és igazi méz különlegességeket talált. A mézes pálinka valószínűleg mindenki számára ismert ital, Topolyán viszont az édes kisüsti mellett mézes bort is találtunk, ami 150 éves recept alapján készül, vidékünkön azonban még nem igazán elterjedt. A török méhészet asztalánál más különlegesség is volt, egyebek mellett szárított virágpor, ami immunerősítő. De hogyan kell fogyasztani? A virágport az úgy érdemes, hogy valamilyen folyadékba egy kicsit, hogy szétázon, tehát hogy úgy szétessen, mert ez nem fog felolvadni, mint a méz. De viszont, hogyha csak így szárazon bevesszük, akkor annyira kemény a sejtburka, annyira, hogy tehát csak átmegy a szervezetünk, hogy nem tudja hasznosítani, nem szívódik fel ugye a szervezetbe, és akkor azért érdemes ezt leáztatni. Méz csokoládéval, földi mogyoróval, mentával vagy levendulával, ilyen is volt a vásárban. A vásárlók azonban a rossz idő miatt elmaradtak, néhány méhészet a 7-8 fokos hidegben és esőben is kitartott. Ezek a növényekkel vannak összeérlelve, tehát minden természetes, nem aromákkal. Vannak különböző kandírozott gyümölcsökkel készült mézeink is. Ezek gyönyörűek akár ajándéknak is, meg finomak is. Ebben például 10 fajta kandírozott gyümölcs van. Pomelo, papaja, dió, kiwi, füge, szilva, banán, sárga barack. Minden föl dió. A mézvásárt már 22 éve szervezik meg Topolyán. A Topolyai Méhész Egyesület az egyik legnépesebb egyesület Vajdaságban. 80 tagot számlálnak. A község is támogatja őket pályázatokon keresztül. Ove godine smo kupili i prošle smo kupili jedan stvarno veliki topionik za med koji će koristiti bukvalno svi članovi, koji je velikog kapaciteta i kupili smo pre toga dekristalizator meda upravo zato da našim građanima ponudimo med koji je izašao iz košnice, znači ne da ga neko topi na 40-50 stepeni da se unište sve hranjive materije u njemu, bukvalno imamo digitalni topionik gde stane 2-3 tone meda. Az egyesület elnöke hozzátette, az utóbbi éveket tekintve az idei volt a legrosszabb, ami a méhészetet illeti. A globális időjárásváltozás, a csapadékhiány megtette hatását, idén nagyon kevés méztermés lett.
Ajvárbaj vívó versenyt tartottak Velebiten. Az eseményt 11. alkalommal szervezték meg, az itt legízletesebb ajvárt elkészítő csapat pedig részt vesz az októberben megtartandó országos versenyen Belgrádban. A hűvös és esős idő sem tántorította el a versenyzőket, már a délelőtti órákban több standon sült a paprika. Az ajvár paprikából, paradicsomból és fokhagymából készített mártás, de valójában a pontos receptjét mindig titokövezi. Ezt az ételt leginkább húsok mellé kínálják. A csapatok között volt a tavalyi év győztese is. Az elejétől vesz részt ez a csapat, a Licsani Licsanke, amely tavaly meg is nyerte ugye itt a helyi rendezvényt, aztán pedig Szerbia szinten harmadikak lettek. Én itt most új csapattag vagyok, úgyhogy számomra ez egy új kihívás. Velebit már évek óta házigazdája a versenynek. A közel 200 lakost számláló település egyik legnagyobb eseménye is egyben. Megengedett szám az 10, de az egyik csapat nem bírt eljönni, úgyhogy 9 csapat vesz részt. Ez egy különleges gasztronómiai esemény, mert ugye az ajvár főzés, ez egy hagyomány nálunk Szerbiába, és persze itt a csapatok próbálják különleges receptekkel, technikákkal, kreativitással egy legjobb ajvárt kihozni. A versenyre a községbeli csapatok mellett Szabadkáról és Törökkanizsáról is érkeztek ajvárkészítők. Zentán is sor került az ingyenes megelőző bőrvizsgálatokra. Az első ilyen jellegű szűrővizsgálatot júniusban tartották Temerinben, azóta pedig már több mint 1300 páciens vett részt az akcióban. Ingyenes bőrvizsgálatot tartottak a Zentai Egészségház mindkét épületében szombaton. Az akció célja a bőr rosszindulatú daganatainak korai stádiumban történő felismerése. A rendelő előcsarnoka már a kora délelőtti órákban megtelt a vizsgálatra várakozókkal. Láttam már egy híradóban, ahol Dél-Szerbiában is végeztek ilyen szűrővizsgálatot, és annak örülök, hogy Vajdaságban is újból ismét vannak ilyen vizsgálatok, mert régen a tüdőszűrés és sok más vizsgálat volt, szűrővizsgálat, és örülök, hogy újraélesztették. És az ön meglátása szerint ez miért fontos? Nagyon fontos, mert elhanyagoljuk magunkat. Nem megyünk el orvoshoz. Hát egy kis ez az amaz van a bőrünkön, amit nem tartunk fontosnak, de ha már itt vannak a szakemberek, akkor meg is nézhetjük. Az érdeklődőket előzetes bejelentkezés és betegkönyv nélkül is elfogadták. A bőr elvátorlásai daganatait fogják megvizsgálni igen eminens professzorok, bőrgyógyászok Belgrádból, valamint Kikindáról érkeztek. Nagyon fontos a daganatok korai felismerése, főleg a melanomákról van szó, de van még néhány más bőrdaganat is, amely korai felismerése életet menthet. Ugyanis a melanoma igen agresszív bőrtumor, amennyiben nem kezelik időben, sajnos fatális következményekkel járhat. Ezen szűrővizsgálatok segítenek a bőrrák és más bőrbetegségek korai felismerésében, amikor a kezelés még a leghatékonyabb. Dermoskopija je neinvazivna dijagnostička metoda koja omogućava ranu dijagnostiku tumora kože i melanoma kao najmalignijeg, tako da danas očekujemo, kao što vidimo, veliki odziv u Senti. U Senti nema dermatologa i zapravo zato smo izabrali Sentu da budemo ovde. Pored mene tu su kolegi iz Vojne medicinske akademije, načelnik dr. Miroslav Dinić, dr. Duša Mihajlović, a znači tu su i kolege dermatolozi iz Kikinde. Az ingyenes vizsgálat a Szerbiai Bőrgyógyászok Egyesülete és az Egészségügyi Minisztérium közös szervezésében valósult meg. A TSC vasárnap a Hódsági Textilaccal mérkőzik meg a szerbiai labdarúgó Superliga 8. fordulójában. Annak ellenére, hogy a topolyaiak idegenben játszanak, ők számítanak a mérkőzés nagy esélyesének.
A TSC a gyenge szezon kezdés után edzőt váltott. Jován Damjanovic számára ez lesz a második tétmérkőzés a topolyaiak padján. Az első vesztes mérkőzés előtt egy nappal vette át a csapat irányítását, most azonban volt két hetük összeszokni a csapattal. Az edző kiemelte, hogy az UEFA Nemzetek Ligája fordulók miatti szünetben jól dolgoztak a csapattal, és ez a szabadkai Spartakusz elleni barátságos mérkőzésen is látszott. Bitno je da mi budemo koncentrisani, fokusirani, radimo stvari koje treba da radimo. Bilo je dosta dobrih stvari i protiv Lučana. Mi smo bili jedan dan zajedno pred tu utakmicu, ali tu sam video da momci hoće i žele jednostavno da sprovode ono o čemu pričamo, o čemu težimo. Nije nam se ta utakmica složila, iako smo mislim zaslužili mnogo više iz te utakmice sa velikim brojem prilika. Vrlo malo smo dozvolili protivniku i takvu narednu utakmicu očekujemo da jednostavno želimo da mi budemo ti koji se nametnemo i da igramo, odnosno da radimo stvari o kojima pričamo i naravno da dođemo do rezultata. Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es azeri nagydíj időmérő edzésén, így a vasárnapi futamot ő kezdheti majd meg az érről. A 26 éves pilótának ez az idei harmadik és F1-es pályafutása 26. pole pozíciója, Bakuban sorozatban negyedszer végzett az élen az időmérőn. Leclerc mellől Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője startolhat majd, míg a harmadik rajtkocka a másik Ferrarit vezető spanyol Carlos Sainz élet. Az 51 körös azeri nagydíj vasárnap 13 órakor rajtol Bakuban. Eddig tartott a híradó. Érkeznek még egyszer a nap fontosabb hírei röviden. Aláírta a koalíciós szerződést a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt. Visszaállítanák az országban a sorkatonaságot. Árvízvédelmi készültséget rendeltek el a hétvégére a Duna mentén fekvő közép-európai országokban. Szüreti napokat tartanak Palicson. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a pannonrtv.com-ra. Folytassák velünk az estét! Viszontlátásra!